ez egy olyan feladat, amely a szerb haladó párt és a VMS közötti koalíciós szerződésből fakad, valamint abból, hogy az Alkotmánybíróság januárban hatályon kívül helyezett néhány rendelkezést a nemzeti tanácsokról szóló törvényből. Ennek a törvénymódosításnak az lenne a célja, hogy egyrészt tiszteletbe tartsuk az alkotmánybírósági határozatot, másrészt viszont azokat a hatásköröket, amelyeket az alkotmánybíróság megsemmisített, azoknak a nagyobb részét átfogalmazás útján vissza tudjuk emelni a törvényszövegébe, illetve a jogrendbe. A jövő év folyamán elfogadásra kerülhetne ez a törvénymódosítás. Harmadrészt a részarányos foglalkoztatásról beszéltünk, arról a kérdéskörről, amely vonatkozásában az elmúlt 25 évben komolyabb eredményeket nem sikerült elérnie egyik kormánynak sem. Törvényeket is kell módosítani, és úgy egyáltalán a kormány hozzáállását kellene megváltoztatni annak érdekében, hogy az alkotmányos rendelkezéseket figyelembe véve a nemzeti közösségekhez tartozó emberek a bíróságokon, a rendőrségen, a vámhivatalban, a közvállalatokban jelen tudjanak lenni, és az állampolgár saját anyanyelvükön tudjanak ezekkel az állami szervekkel kommunikálni.